Köszöntöm a Trió TV nézőit, a Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Az óvodából ballagtak át az iskolába, a Büki elsősök a tanévnyitóra. Szeptember közepén kezdődik a Szent Kelemen medence felújítása a Büki fürdőben. Megújul a Bő-Gór-Bükk közti víztározó. Hazai pályán új edzővel nyert felkészülési tornát a Büki kézilabda csapat. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Szeptember 3-án reggel becsengettek a 2018-19-es tanévre a Felsőbüki Nagypál általános iskolában is. Végig kísértük, ahogyan a ballagó óvodásokból büszke első osztályosok váltak. A hagyományokhoz híven idén is a felső tagozatos, azaz az 5. osztályt kezdő iskolások kíséretében sétáltak át a ballagó óvodások az iskolába szeptember 3-án a tanévnyitóra. Ám mielőtt még elsősökké váltak, rövid műsorra köszöntek el szeretett óvodájuktól, addigi nevelőiktől. A búcsúzás után az 5-esek vigyázó szemei mellett sétáltak át a Felsőbüki Nagypál általános iskolába, hogy megkezdjék iskolai tanulmányaikat. Az iskola udvaron ünneplőben sorakoztak a diákok, ki lelkesebben, ki még a nyári szünet emlékeit dédelgetve várta, hogy újra bevonulhasson az osztályterembe. A gyerekeket először Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes köszöntötte. Beköszöntött az ősz, itt van a szeptember, ami minden évben az iskola kezdés ideje. Nincsen másképp az idén sem. A hosszú mozgalmas nyarat magunk mögött hagytuk. A nyaralás, a nyári szünidő pillanatai emlékké váltak, de rengeteg új élmény, izgalmas tapasztalat, öröm és vidámság vár ránk. Bizony búcsút kell mondani az akációnak, és meg kell találnunk azokat a másfajta örömöket, amelyek most itt az iskolában várnak ránk. Ne érezze senki azt, hogy a szeptemberrel a szürke hétköznapok érkeztek el, hiszen minden nap ragyogóan tarka, csak fel kell ismerni benne a színeket. Kedves első osztályosok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az iskolában. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. Várnak bennetek a számok, betűk, mindenféle izgalmas tudnivaló. Tudom, hogy nagyon vártátok már a mai napot, vágytatok rá, hogy iskolások lehessetek. Az első osztályt kezdők közül és a nagyobbak közül is volt, aki versekkel köszöntötte diáktársait a tanév elején, majd az idősebbek ceruzával és füzettel ajándékozták meg az elsősöket. Emellett természetesen Póca Csaba iskolaigazgató is szólt a diákokhoz. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ez a szombaton beköszöntött időjárás kiváló díszletet teremtett a tanév kezdéshez, hiszen mindannyiunkban elnyomta azt a gondolatot, hogy nyár van. Az az időpont, amely a vakáció végét jelenti, az idei esztendőben viszonylag szerencsésen alakult, hogy egy szeptember 3-ai napra esett, már is azt is mondhatnánk, mint a két napot nyertünk volna a tanévben, és igazából azok a nyári emlékek, amelyekről kolléganő is beszélt, azt gondolom, hogy felemelhetnek akkor, amikor a visszatérő barátokkal ezt majd megosztátok, és nagyon bízom benne, hogy ehhez a nyár során mi is hozzájárulhattunk, hiszen mindannyian tapasztalhattátok, hogy június 2. felében, illetve a horvátországi táborozás során azt gondolom, hogy mindenki, aki részt vett, olyan élményeket szerezhetett, ami akár karácsonyig is kitart. A tanévnyitó ünnepség után a diákok bevonultak az osztálytermekbe, ahol a gyerekek vidáman köszönthették egymást, osztályfőnökeik pedig tájékoztatták őket a tanév tudnivalóiról. Szeptember közepén kezdődnek meg a Bükkfürdő Thermal & Spa ikonikus medencéjének, az 5-ös számú Szent Kelemen gyógymedencének a felújítási munkálatai. A munkálatok idejére több változás is életbe lép a fürdőn. Megújul a Büki fürdő egyik legnépszerűbb medencéje, a félfedett kültéri Szent Kelemen medence. A rekonstrukció keretében többek között részben új betonszerkezetet, modern és biztonságos burkolatot, ülőpadokat kap, valamint a használt víz elvezetését új csatornaszakasz, a víz könnyebb áramlását új betápláló vezetékek segítik majd. A fedett térből a kiutást új lépcső építésével oldják meg, emellett zuhanyegység, fogassor és lábmosó kialakítása is szerepel a projektben.
Szeptember 17-től, hétfőtől nagyobb változások lépnek életbe fürdőnkben. A mögöttem látható 5-ös számú Szent Kelemen medence lezárásra kerül, hiszen egy átépítés időszaka kezdődik, ami reményeink szerint december 15-éig a karácsonyi ünnepi szezon elejéig, kezdeteig be is fejeződik. A Szent Kelemen medence az egyik legkedveltebb, sőt mondhatni a legkedveltebb medencénk, kültéri gyógyvizes élményeket nyújt vendégeinknek, és időszerűvé vált a korszerűsítése. És hogy mi minden fog változni decemberig, a medence teljes burkolata cserére kerül, az ülőpadok, ugye jelenleg beton szerkezetű ülőpadok találhatók, teljesen új ülőpadokat fog kapni a medence, a megközelítése a beltéri részről is korszerűbb lépcsőkön keresztül történhet majd, és hogy addig is a megszokott gyógyvizes kültéri fürdőzés élményét adjuk. A 7x1-es kültéri gyógyvizes medencénket igyekszünk teljes időszak alatt nyitva tartani. Ez az óriás buborékos strandmedence melletti gyógyvizes medence. Emellett természetesen a beltéri medencék is zavartalanul működni fognak, és újdonság, hogy szeptember 17-től az 1-es, az eddig 1-es és 2-es zónát, tehát a gyógy és az élményfürdőt összevontan kínáljuk majd. A medence lezárásával egyidejűleg a fürdő árlistája is változik, a vendégek az eddig megszokott különálló gyógyfürdő és élményfürdő zónát összevontan kedvezményes áron vehetik majd igénybe. A gyógyfürdő és az élményfürdő szolgáltatásait egy belépő jeggyel lehet majd igénybe venni, ami összességében 500 forinttal kerül többe, mint az eddigi egyzónás alapbelépő, és vegyünk például egy gyógyfürdőt látogató vendégünket, aki most megkapja még pluszban az élményfürdő beltéri élménymedencéjét, kültéri 4 évszak medencéjét, a beltéri jacuzzit, ha családon jön a cápa barlangot, illetve a csúszdák is rendelkezésre állnak. A családokat is új kedvezménnyel várjuk. A gyermekek 6 éves korig kedvezményes, mindössze 100 forintos áron juthatnak majd be ebbe az összevont zónába. Igazából nem is beszélünk majd 1-es és 2-es zónáról, hanem gyógy- és élményfürdőről, összevont zónáról. És ez a 100 forintos szimbolikus jegyár, ez le is vásárolható majd szeptember 17-től a főbejárati információnál, ahol bükkfürdő logós ajándéktárgyakba lehet majd ezt beváltani. A nyári turisztikai főszezon végével, a munkálatok kezdetével egy időben a fürdő nyári bejáratát is bezárják, attól kezdve már csak a fő bejáratot használhatják a vendégek. Hát szeptember 16-án üzemel utoljára a nyári bejáratunk, tehát hétfőtől az új fő bejárat várja vendégeinket a téli időszakban, ugyanettől az időponttól zár be a kültéri átjáró, a rekreációs park és a strandfürdő közötti átjáró is. Európai uniós és magyar állami forrásból fejlesztenek vízi nagyműtárgyakat 2018. októberétől Magyarországon, köztük a góri víztározót is. A projekt várhatóan 2021-ben ér véget, a célja a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése. A környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében újulhat meg a góri víztározó. A nagy műtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója elnevezésű projekt egy árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás, amely az Európai Unió és a Magyar Állam közös finanszírozásában több mint 13 milliárd forintból valósul meg. A fő cél az érintett vízépítési nagy műtárgyak átfogó fejlesztése és rekonstrukciója. A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a góri tározó nagy műtárgyának rekonstrukciójára kerül sor. Korábban 1965-ben rendkívüli árvíz sújtotta a Répcevölgyet. A hasonló események megelőzése érdekében mind az osztrák, mind a magyar oldalon kiépült a Répce árvízvédelmi medre. Ezután 1996-ban a gazdaságossági számítások, műszaki megfontolások és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével épült meg az árvíz csúcs csökkentő tározó és létesítményei Gór, Bő, Bükk községek közigazgatási területét érintve.
A góri tározó megépülése óta eltelt időszakban a tározó nagy műtárgya és létesítményeinek állapota a kisebb állagmegóvási munkálatok ellenére romlott, a biztonságos üzemelés érdekében felújításra szorul. A legutóbbi árvizek után újra és újra felülvizsgálták, és az eredmények rámutattak arra, hogy fejleszteni kell a műtárgyat, hogy a jövőben is biztonságosan elláthassa feladatát. A hamarosan elinduló projekt tartalmazza többek között a vasbeton műtárgy, a mederburkolatok, partvédművek, az elzáró berendezések, a villamos energiaellátás létesítményei és az irányítás technikai rendszer felújítását. Az eredmények hozzájárulnak a Répcevölgyben lévő települések árvízi biztonságának növeléséhez. A góri tározó mellett a projektben érintett még Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre és Tiszavasvári is. Az állami kezelésben lévő területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési nagyműtárgyak költségvetési forrásokból és EU forrásokból épültek korábban. Jelentős térségi szerepük miatt az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell biztonságos üzemeltetésüket és fenntartásukat is. A vízi műtárgyak jelentős részénél elengedhetetlenné vált a korszerűsítő beruházások megkezdése. A felújítandó művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állagmegőrzéshez szükséges rekonstrukciós munkálatok is jelentősek. A nagy jelentőségű beruházás várhatóan 2021. október végén fejeződik be. Eredményeként a felújított 7 műtárgy képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, az ivóvíz és az öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén. Új edzővel és átalakult játékos kerettel kezdte meg a felkészülést a Büki női kézilabda csapat. Hétvégén a Bükkfürdő kupát megnyerve hangoltak a lányok a szezonra. Bölöny Rolandnak hívnak, és Szombathelyen tevékenykedtem idáig. Nagyjából 19 évvel ezelőtt érkeztem Szombathelyre, a szombathelyi főiskolára, és ott végeztem testnevelő tanárként. Már a főiskolás éveim alatt belekóstoltam az edzősködésbe, és azóta folyamatosan gyakorlom ezt. Szerencsém volt ahhoz, hogy a szeretett sportágamat tudjam edzőként is folytatni és továbbvinni, mint a játékos pályafutásomon. Sikerült belekerülnöm a szombathelyi utánpótlás nevelésbe, amit először a Rajc Imre sportiskolában tevékenykedtem, aztán a haladásban, és aztán egyesülve a sportiskola, a haladás, illetve a student komfort és a kialakult SKK-ban folytattam tovább a pályafutásomat. Úgy gondolom, hogy ez a 16 év, amit ott eltöltöttem, az sok-sok sikert vont maga után. Sikerült eljuttatni a szombathelyi kézilabdát, feltenni a sportág térképére Magyarországon. Eljutottunk NB1B-ig, NB1B-ben eljutottunk a bronzéremig a vezetésemmel, ami mindenképpen nagy siker számomra. Nyertünk közben utánpótlás szinten egy ifjúsági magyar kupát, egy ifjúsági magyar kupa bronzérmet, ami szintén az utánpótlásunk erősségét mutatta. Ez mellett a kisebb csapatainknál, az új csapatainknál többszörös magyar bajnokokról beszélhetünk, amit az egyesületben sikerként tudok elmondani. Aztán utána pedig sajnos ez az SKK-val történő együttműködésem, ez megszakadt. Először még szakmai igazgatóként egy fél évig tevékenykedtem, de aztán utána elváltak útjaink. Most pedig idén kaptam egy megkeresést a Büki TK részéről, hogy szeretnék, hogyha itt is megpróbálnánk kialakítani egy új koncepcióval egy utánpótlás nevelőközpontot, egy kis térségű nevelőközpontot, és ez mellett pedig a felnőtt MB2-es csapatnak a tevékenységét is koordinálnám. Hogy indult el ez az építkezés, jelenleg hogy áll a csapat, milyen változások voltak a nyári igazi átigazolásos időszakban? Hát a sajnálatos módon, de azért többen abba hagyták az idősebb játékosok közül abba hagyták a kézilabdát, nem vállalták már a nyári felkészülés sem.
ezt sajnáltam, ám a fiatalok viszont úgy gondolom, hogy teljes mellszélességgel és nagy erőbedobással érkeztek meg a felkészülésre, és vevők voltak mindenképpen arra az elképzelése koncepcióra, amire én gondoltam, hogy meg kellene, hogy csináljunk. Jelen pillanatban eddig 65 edzésen vagyunk túl. Itt a nyári időszakban, illetve kihasználva az iskolai szünetet, napi 2 edzéssel készültünk, tehát ez heti 10 edzés volt a programban, és ez mellett most már lejátszottunk azt hiszem 8 darab felkészülési mérkőzést is, ami én úgy gondolom, hogy nagyon jól szolgálta a felkészülésünket, rámutatott a hiányosságainkra, illetve megmutatta már, megcsillogtatta azokat a reményeim szerint pozitív dolgokat is, ami majd a jövőre nézve mindenképpen az utat fogja mutatni. Ebből láthattunk előzetest a múlt hétvégi tornán, ahol nyert a csapat? Reményeim szerint ez így van. Én úgy gondolom, hogy a múlt heti torna győzelem az mindenképpen olyan visszacsatolás számomra, hogy azért tudtuk a tornára elhívni a tavalyi MB2-es bajnokot, a tavalyi MB2-es bronzérmest, akikkel sikerült megvernünk ezen a tornán, és hát reményeim szerint ezáltal kivívtuk a respektet is velük szembe, és hát így remélem, hogy a bajnokságban pedig vérmes reményeink lesznek arra, hogy valahol az első felében végezzünk. Egy kicsit még térjünk vissza a csapathoz, jelenleg hogy áll a felnőtt, illetve az ifjúsági csapat létszámban. Hány edzéssel készül most a csapat így a szeptemberi iskolakezdéstől? Az iskolakezdéssel most már lecsökken heti 5 edzésre az edzésmunkánk. Ezt szeretném megtartani az egész bajnokság folyamán. Az ifjúsági csapat igazából nem fog elkülönülni a felnőtt csapattól, mert a gerincét a felnőtt csapatnak az ifjúsági játékosok adják. Így hát együtt készülünk, együtt van a felnőtt, illetve az ifjúsági edzés, és majd maximum a bajnokságban az aktuális mérkőzésekre fogunk csak szétválni. Remélem, hogy tovább tudunk fejlődni, tovább tudunk gyorsulni, és az a taktikai elemeket is tovább tudjuk csiszolgatni, és azt gondolom, hogy utána akkor a bajnokságban reményeim szerint a mérkőzések nagy részét győztesként tudjuk majd elhagyni a parkettet, de ez még azért sokat kell dolgoznunk. Mikor kezdődik a bajnokság? A bajnokság jövő héten csütörtökön Győrben kezdődik, Győri Etóval fogunk kezdeni. A Győri Etó 3 csapatával, amik az olyan 2001-2002-es játékosokat vonultatja fel, illetve azok, akik az NB1-B-s, illetve NB1-es keretekben nem férnek be. Jövő csütörtök 6 órakor rendezik ezt a mérkőzést, előtte viszont már kedden is hazai pályán láthat bennünket a közönség, mert a Magyar Kupa sorsolásból adódóan kedden 18 óra mi kezdett el itt a Büki sportcsarnokban Pázmán Gárdony NB1-B-s csapatát fogadjuk a Magyar Kupában. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!